és megmutathatja, hogy mi a véleménye a magyar bankokról, mi a véleménye a miniszterelnök intézkedési lehetőségeiről. Mert szerintünk a miniszterelnöknek van olyan jogi eszköz a kezében, amivel a problémát kezelni lehet. Ezért is mondom az, hogy a Radom Ádám mozgalom most 3 napon keresztül Orbán Viktor miniszterelnök úr házaelnök, ami nem igen tervezett, bizonyítsuk be, hogy Orbánt a néptánc nem támogatja. Kérjük, lájkoljátok minél többen. Együttműködésre hívjuk azokat a mozgalmakat, akiknek elegük van a politikai bűnözőkről, és optimalizt kívánnak lenni Orbán eltávolításából. Együttműködésre kérjük meg a politikai bűnözőket, a gyakorlatokat, a kormatikokat, a gyermekük jövőjét, a szülőket, a gazdákat, a gyakorlatokat, a bűzőkokat, a rendőröket, a napi kisztállatunkat, és minden olyan mozgalmat, a többségi szavazat erejével. Kérjük, hogy álljatok az Új Működő Magyarország mozgalom mellé. Nem mögé, mellé, mert a politikai bűnözés támogatása tovább nem vállalható. Nézzétek meg, milyen többen az összefogásban az erő videónkat. Most itt a Raiffeisenbanknál megállunk egy kicsit, egyrészt hosszú volt az út a miniszterelnök házától, megpihenünk, aki bankerbe akár le is ülhet, mutassuk meg, még messze a bank bejáratától, tehát engedjük be az ügyfeleket, de mutassuk meg, hogy legközelebb már el tudjuk zárni akár a bank bejáratát is, tehát így körülbelül ennyire a banktól csücsenjünk le, és itt Szepesi Zsolt és Félmagyar András fognak beszélni az összefogásról és Magyarország bőségéről. Szepesi Zsolt, összefogás pártelnöke, illetve Monopol polgármestere, akinek rengeteg rendszerváltó ötlete volt, amit ma is élvez az ország, amiben előre jutottunk, hát ilyen rendszerváltásra van szükségünk. Én átadom a szót Szepesi Zsoltnak. Oké, tiszteletek, köszöntök mindenkit. Tiszteletek, köszöntök mindenkit. Én csatlakoztam egészen fent a háznál ez a tüntetéshez. Én azt gondolom, hogy nagyon jó arcú, jó szándékú, lelkes, de ugyanakkor elkeseredett embereket láttam. Gyakorlatilag akik itt vannak, azok az ország alkotó emberei. Mi egyszerű emberek, hordjuk az ország terheit, mi vagyunk azok, akik adót fizetünk, mi vagyunk azok, akik munkát biztosítunk másoknak, illetve mi vagyunk azok is, akik hajlandóak vagyunk másoknak dolgozni, hogy az országunk előre jusson. Én 2008-2009-ben még maradt polgármestereként foglalkoztam talán először a bankos dolgokkal, a bankhiteles dolgokkal, amikor még nem volt ennyire népszerű ezzel a témával foglalkozni, vagy időszerű, de láttam a tendenciákat. Azt gondoltam, hogy itt egy közösség vezetőjének mindig előrébb kell látni, tudni kell azt, hogy az embereknek mit szabad ajánlani. És arra jöttem rá, és majd hoztam egy újságot is, amit annak idején kiadtam, hogy
alá is tudjam támasztani, nem csak beszélek, hanem akkor én már tényleg ezeket a dolgokat előre láttam, idadom, hogy olvassák el. És amiben én láttam, hogy óriási probléma van, hogy az emberek úgy mentek bele egy rendszerváltásba, egy piacgazdaságba, hogy az ország akkori vezetői, és ezek sajnos a mindenkori vezetők, nem figyelmeztették az embereket a bankhitelekre, nem figyelmeztették a piacgazdaságra, a rendszerváltásra. Ezért történhetett meg az, hogy az emberek úgy mentek bele hitelekbe, hogy nem tudták, hogy mit vállalnak. Azok a bankok viszont, akik úgymond a nyugati demokráciákból jöttek ide, jól tudták, hogy működnek a gazdasági szabályok, és látták egy olyan országot, ahol nincs a lakosság érdekében szabályozó bankrendszer, ki is használták ennek érdekeit. Nem azzal van gond, és ahogy beszélgettem az emberekkel, nem az a bajuk, hogy nem akarják visszafizetni azt a hitelt, amit felvettek, hanem azt a hitelt nem akarják visszafizetni, amit rájuk erőltettek. Ami kamatterheit már többszörösen kifizették, és még mindig ők tartoznak. És ebből már nincs kiút. Az is a gondokhoz tartozik, ami ezt a problémát ennyire előre hozta, hogy megszűntek a munkahelyek. Mert senkinek nem fájna a feje, hogyha lenne olyan munkahelye, olyan jövedelmemből ki tudná fizetni a hitelét. De a lakosságot két oldalról csapták be, két oldalról húzták ki az emberek alól a széket. Először is a megfizetetlen és hamis hitelekkel, a másik pedig a munkahelyek kivonásával és a munkahelyek hamis ígéretével. Én azt látom, mondok volt polgármestereként, tehát az összefogáspárt elnökeként, hogy csak egységesen és politikától mentesen kell megoldani az összes hiteles problémáját azoknak a bankoknak, akik pedig éveken keresztül, sőt a rendszerváltás óta meggazdagodtak a magyar emberekből. Nem tehetik meg, hogy amikor baj van, akkor a hiteleseket, mint valami rossz rongyot eldobják és kihasználják őket. Ez ellen kell összefogni békésen. Én azt gondolom, hogy ez a demonstráció akkor fogja elérni a célját, hogyha teljesen végig, az eredmény eléréséig, addig az eredményig, amíg a bankok meghátrálnak, addig az eredményig viszont csak nyugodtan, békésen. Pillanat, hagyj mondja végig. Csak csendesen lehet. Tudom, hogy lehet, hogy nem népszerű, amit mondok, de kiabálni mindenki tud. Én azt gondolom, hogy mindig a gondolkodó nyugodt erő az, amitől azok, akiknek kell, meg tudnak ijedni. Egy méltóság teljes vonulás, azok az emberek, akik összefognak egymással, és ezt nyugodtan rendben a törvények betartásával teszik, azok fogják tudni elérni az eredményüket. Biztosan, természetesen vannak olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, amit elmondok. De én ezt tudom elmondani, mert én ebben hiszek. Korábban polgármesterként is mindig arra mentem, hogy betartsam a törvényeket. És ezt kell az ország elérni, és a bankoknak is be kell tartani a törvényeket. Tehát a törvénybetartás nem csak a lakosságra vonatkozik, hanem a bankokra is. És akik jelenleg felrúgták a megállapodást, azok a pénzintézetek, és ezeket a pénzintézeteket kell mindenképpen megregulázni. El kell érni, hogy ezek a pénzintézetek az adósokat tovább ne háborgassák. Az, hogy Magyarországon, Európa szívébe embereket kirakhatnak a lakásukból csak azért, mert nem tudnak fizetni, ez szégyen, gyalázat és felháborító. Egy normális társadalom nem viselheti, nem tűrheti el, hogy embereket utcára tegyenek. Ez nem jelent semmire megoldást. És ráadásul nézzük meg, kiteszik az utcából az embereket, most a házukból kiteszik az embereket, mi lesz a házaikkal? Vagy megkapják olyan mafia körök, akik fillérekért jutnak hozzá, és piaci áron majd eladják, vagy befektetésnek megveszik, és megvárják, amíg Magyarország fejlődik, és a piaci körülmények között sokkal jobb áron fogják tudni értékesíteni, vagy ott fognak állni a lakások üresen, a szerencsétlen embert pedig megnyomorítják, családok mennek tönkre, házasságok bomlanak fel, gyerekek hagyják el az országot, felnőtt emberek keresnek külföldön munkát, azért, mert külföldi bankokat beengedtünk, nem szabad. Magyarországon szükség van bankrendszerre, mert ezzel működik a világ. De olyan bankra van szükség, aki a lakosság érdekeit szolgálja, mert abból kell mindenkinek megélnie, amilyen körből él. Az a cukrász vagy az a pék, aki rossz kenyeret ad vagy drágán, attól el fognak menni az emberek joggal. Olyan bankok kellenek, akik jó piaci feltételekkel, a gazdaságot, az embereket segítve és partnernak tekintve, nem kizsákmányoló félnek tekintve, ezeket az embereket felkarolva, ilyen bankokra van szükségünk. Akik újra beindítják a magyar gazdaságot, akik tudnak segíteni,
és a hitelezéseket olyan formába kell tenni, ami mindenképpen legyen államilag ellenőrzött, a civil szféra által legyen ellenőrzött. Ne bankok önkényesen döntsék el apróbetűs feltételekben, hogy éppen nekik mi a feltételük. Ezt nem szabad megengedni. Én azt gondolom, hogy ennyit tudtam elmondani, aki egyet értette, azt megköszönöm. Aki ezzel nem értette egyet, természetesen én más véleményét is megfogadom, és át is gondolom, de továbbra is azt mondom, hogy ez a mozgalomhoz nagyon sok erő, türelem kell, de mindenféleképpen békésen, mert mindig a békés erő, ami a végén eredményt fog elérni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és sok sikert kívánok! Köszönjük szépen Stepesi Zsoltnak, és köszönjük Pirmajor András, aki pedig arról fog beszélni, hogy Magyarországon bőség van. Magyarországon nem lehet szegénység, hiszen ez az országunk mindent megad nekünk, a termőföldünk és a kincseink ahhoz, hogy jobban éljünk, mint a világ bármelyik országa. András, szervusztok! Először is elnézéseteket szeretném kérni, hogy elkésztem, nem tudtam ott Szent Viktor házán elmondani, mit gondoltam. Másodszor szeretném megköszönni mindenkinek, aki ott volt, és éjségfájkolt értem is. Én nem tudtam ott lenni, mert ellen, illetve fialt a disznó, és ott kellett lenni. Ebből is mutatom, hogy mekkora bőség van, egy anyakocából 12 újszülött kismalacon van. Hoztam kukoritát is demonstrációkép, illetve bemutatásképp, csak egy picit gondoltam, még fellélegzünk, addig mondanék egy idézetet, amit egy utazó írt le 1536-ban. Azt írták rólunk: annyi a marhacsorda, kecske és junyáj, akkora bőség mindenféle vakban, hogy nem csak Magyarország érzi ennek előnyét, de vele szomszédos tartományok is részesülnek belőle. A marhák egyrészt Itáliának Velence környékére, sőt teljes területét, másrészt Ausztriát, Morvaországot, Bajorországot, a sváb hercegséget és Németország népét egész értében ellenkérelemmel. Mindenfajta gyümölcsből határtalan a bőség. Ezt írta Olán Miklós 1536-ban. És ez így van! Ma pedig vannak családok, akik éheznek, vannak emberek, akik azon gondolkoznak, hogy mit vegyen a gyerekeknek reggelire, vagy mi legyen az asztalon. Óriási bőség van. Az az érdekes, hogy van Sopronban egy erdészeti főiskolánk, de nem nagyon hallottam, hogy tüntettek volna Trianon az elcsatolás mellett, tudva erről, hogy 95%-át az erdőinknek és a vadjainknak elcsatolták tőlünk. Ezen a pici kis megmaradt erdőterületen a vadgazdák olyan munkálatokat végeznek, hogy nagyon sok aranyérmes, tényertes bika, dán és gimpszarvas trófát tudnak elejteni a vadászok. Gondolkozzatok vele, kint külföldön már alig van vad, én voltam kint az autópályák mellett, nem kell vadkerítés, mert nincs. Ott már kilőttek mindent. Ide járnak hozzánk a német vadászok vadászni, meg az olasz vadászok. Csak a gyümölcsökbe egy picit visszatérve, Magyarországon van egy úriember, aki ránti az ősi magyar gyümölcseket. 1600 féle gyümölcsfajta van. Fölhívtam az ember, hogy szeretnék ültetni egy képet, egyszer nem is tudtam választani, akkora bőség van. Cseresznyéből 30 félét sorolt föl, körtéből 100 félét, almából rengeteg van. Óriási bőség van ebben az országban, csak sajnos elveszik tőlünk. És egy icipicit az erdészetre visszatérve, a mai napig érményben van egy Mária Terézia által hozott rendelet, amely sújtja a mezőgazdasági gazdákat. Mégpedig 1879 óta életben van ez a 2009/37-es törvény 61-es paragrafus első bekezdés ápontja. Az erdőben legeltetni tilos. Óriási értékek mennek tönkre, óriási a tölgyerdőink maghozama, amit nem használunk ki, ott rohad el, semmi nem lesz belőle, nem lesz hasznosítva sertések által, vagy ritkás erdők nem lesznek legeltetve a birkák által. 17 évig küzdött egy úriember, sajnos a nevét nem tudtam fellenni, aki ki tudta harcolni, hogy lóval lehessen az erdőben lovagolni. Ezt 17 évig kellett ennek az embernek küzdeni, úgy tudom, idén fogadták el. Nem túl gyors egy kicsit ez az ügyintézés? Ráérnek? Mi van? Igen, a bank akar nyitni azonnal. A másik, amit hoztam, két cső kukoricát, itt a jobb
oldalon látható egy elszáradt kukorica, és itt a balomon pedig egy élő, nagyon is sajnáltam kivágni, de elhoztam nektek, hogy lássátok. Semmi más nem történt, ez a kukorica olyan földön van, amit nem tudtam locsolni. Ez legutoljára esőt, amikor árvíznél pakoltátok a homokzsákat, amikor árvízott Magyarországon, akkor esett utoljára az eső, látjátok, egy darab cső van rajta, picike, hát nem nagyon él már szegényként, száraz csörök, ha leszeditek, higgyétek el nekem. A másik oldalamon látható, hogy majdnem mindegyik száraz, itt nő a második cső, itt is itt nő a második cső, tehát óriási bőség van ezen a földön, és nagyon száraz levél sincsen rajta, mert ezt tudtam locsolni. Magyarországon vannak szakemberek, nagyon jó szakemberek, többek között Takács Károly régész történész, a ország vidékén a Rába közben öntözéses rét és legelő gazdálkodást fedezett fel, amit elődeink csináltak. Gondoljatok bele, ti is miért dolgozol? Azért, hogy a gyerekednek jobb legyen, az unokádnak jobb legyen. Elődeink, apáink, apái megtették azt. Ott vannak a vízgazdálkodáshoz megfelelő árokrendszerek, csak alkalmazni kéne. És nem pedig a WC lehúzó effektust, amikor jön az árvíz, gyorsan és minél hamarabb menjen el az országból, hanem ezt a nagy mennyiségű vizet felfogni, tógazdálkodást, legelőgazdálkodást, ártérgazdálkodást folytatni, és akkor a víz itt marad. És ráadásul a mikroklímákat is javítja, nem lenne ez, 9 hétig nem volt eső. 9 hétig Dunavarsányon nem volt eső, utána ami volt, az is csak egy pácsat, és látjátok, hogyha esőt kap, vagy vizet kap alulról a növény, de hogyha ez a mikroklimát, úgy mondom, ezzel a nagyon sok ártéri gazdálkodással és egyre több tórendszer lenne az országban, akkor a mikroklima is más lenne, és az itt elpárolgott levegő esne vissza, vagy víz esne vissza ide hozzánk, nem pedig meg kellene várnunk, míg az Atlanti-óceán fölül majd letör egy front. Hát természetesen jó összetörve minden jégesővel, zivatarral, óriási nagy fronttal. Ez az úriember, mondom, ez a Takács Károly önmaga több ezer kilométer azonosított ilyen vízelvezető rendszert talált meg, de szerinte több tízezer kilométer van még csak a Rába és a Hangságvidékén, de ugyanez van, a Tiszán is megvan, úgy hívják, hogy foki gazdálkodás, annak is vannak szakemberei. Mindezt azért mondom, mert októberben tudomásom szerint a vízstratégiát elkészíti a kormány. Jó lenne, ha nem ők döntenék el, aki vizet akkor látott, mikor issza a csapból, vagy amikor fürdi, hanem olyan szakembereket, olyan civileket bevonnának ebbe, nem engem kis gazdálkodott Pülmai Randást, hanem olyan szakembereket, akik ezt tudják, értik, ezzel dolgoznak, és azok bevonásával csinálnák meg a vízstratégiát. És ezt nyilatkozta ez az úriember, hogy sürgető feladat volna az Árpád-kor vízépítési emlékműveinek országos szintű felkutatása és a hajdani meglehetősen fejlett vízgazdálkodás rekonstrukciója. És mint mondtam, elődeink azért dolgoztak, hogy könnyebben éljünk. Itt a másik kezemben van egy darab kukoricaszár, illetve cső, leszámoltam. El tudjátok képzelni, ha leszedek erről egy icipici magot, az megkorka. Ebből az egy pici magból nőtt ki ez a szár. Egy másik magból ez, és ami mögöttem van. Egy hektáron 70 ezer ilyen mag van elültetve, 70 ezer ilyen tő van. Csak hogy egy magból, itt végig számoltam, 30-ig, és még van egy nehány. 31 nehány kukorica van egy sorba. Körbe 16 sor. 450-500 szorosát képes, ez az egyetlen picike szed. Ebből jó, tápláló, nagyon jó minőségű magyar termőföldbe vízzel együtt teremni. 500 szorosát. És van, aki éhezik. Ha meg letöröd a kukoricát, ott marad a kukoricaszár, amit birkával, kecskével vagy szarvasmarhával meg tudsz etetni. És akkor van mit enni. Ha megfél a kecskét, vagy megfél a birkát, de ha levágod, hús van belőle. Óriási nagy bőség. Elképesztő bőség van Magyarországon. És itt fogtam egy kicsike kis poharat, az előbb ittam belőle egy kis vizet. Csak gondoljátok el, ez 2 deci. Ha most itt lenne egy tehén, egy jó kis aranyos kis magyar tarka tehén, és én most reggel megfejtem volna, 50 társamat tudnám megkínálni egy 2 deci tejjel. Egy tehén reggeli, csak amit reggel ad, és utána este is ad tejet, amiből meg sajtot tudnék készíteni, és utána a sajttal tudnálak, amikor elkészült, megkínálni tégedet. Gondolj bele, hogy mekkora bőség van ebből az országban.
országba, csak ezt mind elveszik tőlünk. Nem kapjuk meg, hanem kivonják különböző pénzhivattyúkon, mert nem csak az a pénzhivattyú működik, amit itt láttak és átutalják, hanem ebből a kukoricából külföldi érdekeltségű vállalatok Magyarországon kivonják a hatóanyagot, pálinkát főznek, és utána nekem, mint termelőnek a maradékot, a hulladékot még eladják. Csak ő neki joga van pálinkát főzni. Neked nincs. Nagyon érdekes dolgok ezek, és nagyon sok gazda az a baj, hogy dolgozik, és most azt hiszitek, hogy itten kevesen vagyunk, valaki értek el, azért nem tud eljönni, mert most fejli a tehenét. A másik most ül a traktorján, és próbálja a földet elművelni, hogy elvesse a következő évi búzát, vagy pedig éppen kaszálja a füvet, hogy legyen az állatoknak téli takarmány. És azért nem tud eljönni, mert már nincs annyi pénze, hogy följön ide Pestre vidékről, és külön köszönet a debrecenieknek, hogy mindig hálátatos munkával följönnek és itt vannak velünk, a pestiek meg sokszor ki se dugják a csőrüket ebből a településből, illetve ebből a házakból. És még egy nagyon fontos, mert ugye a mezőgazdaság és a környezet az nagyon összefügg, mint mindennel, minden összefügg, csak úgy összességében kellene látni a dolgokat, lehet, hogy elkeveredem a papírok közben, nem. Amikor idejöttem, illetve ezt álmodtam és gondoltam, hogy elmondom Viktor háza előtt, de a bankok előtt is elmondom, hogy én is azt álmodtam, hogy ezek a vezetők be vannak börtönözve. Nem egy évre, nem kettőre, hanem mint Amerikából az összes elkövetett bűnre kimondták, hát kapott egy jó pár több millió évet az elmúlt profitársaink, ugye a bankja halála miatt, és utána pedig teljes vagyonelkozásra ítéltük őket. Hát a teljes vagyonelkozás után kénytelen volt lemenni valami vidéki településre, és ott egy pici kis házat vásárolni egy családja magának. Én tudom képzelni, hogy akár Viktor, de akár az államtitkárai, vagy bármelyik bankvezető felesége ott kénytelen megpróbálni, kapálni, paradicsomot ültetni, káposztát ültetni. Igen ám. Csak amikor termőre fordul, éjjel beugrálnak érte, és elviszik. És utána nincs itt ennél, mert ilyen a közbiztonság Magyarországon. És egy kicsit tűrös lehet, és biztos hívná a Pintér kollégáját, hogy akkor gyere légy meg, csak hát már ő is ott ül mellettük, nem tud jönni. És akkor mi van? Lehet, hogy véletlenül ki kell menni az utcára, a testét pénzére árulni, azért, hogy legyen pénz a családnak? Nem tudom. Nem tudom, de mi van akkor, hogyha nem kell senkinek? És utána átmegy hozzá egy szomszéd 80 éves néni, és azt mondja, hogy adok egy pár borsot. A másik azt mondja, hogy adok neked egy kosár krumplit. A harmadik azt mondja, hozok neked paradicsomot. A negyedik a tojást, vagy két tyúkot, hogy a tojást olyan is legyen, mint enned. Hogy meg fogja csókolni azt a kezet? Majd akkor ez volt az én álmom, biztos, hogy ideális, de remélem eljön. Amiről még szeretnék beszélni, az a számunkra nagyon, hogy mondjam, kedves a környezetvédelem, és az atomenergia.